easy. Amúgy letekeri a szarka, biztos, hogy a várjuk. Hogy a faszomban az a várjuk, az meg, amit csinál, azon a taktikus, hogy beszarsz, érted? És majd bajba úgy azok, érted? Ki meg az erkélyen, érted? Hallom! Mi a faszom volt ez, bassz meg, érted? Erre egy görög dinnye mindent, egy diót oda baszott a földhöz, érted? Az erkélyre, nem a földre. És kinyílt. Hallod? Tőle másfél méterre? A fasz szarik az rá, érted, hogy én mekkora vagyok, meg hogy ég a kezembe valami. Nem, oda jön, tudod? Figyelj, így oda, így, felnéz. Szétbassza! Nyomja, nézd meg, fasz van! Tudod, figyelj, hogy a gecibe. Azt ott marad az erkélyen, bassz meg! Két marék dióhéj. A gecibe, érted? Hogy még oda kellett volna fosson. Azt így meg beleírja az ujjával, hogy kap be, bassz meg, azt elkezdi. Érted? De komolyan, ekkora köcsök! De olyan toktipszot nyom, bassz meg, kinyitja. Ezt csinálja, tudom. Az nem szarod, meg ha figyeled őket, hogy miket nyomatnak, érted? Hogy van ez a dolmányos várjú, vagy mi az tudom. Anyám. Érted? Az is ott van, hogy el kell vagyok legfelső emelet, érted? Ott van fölöttünk a izé, érted? És tudod, jött valakin, áll a izén, az ereszen, tudod, színéz le. De tudod, nem úgy, mint egy madár. Nem, ez csak úgy, tyúk, tudod, hogy elég flagmán lenne. Lefele néz meg így. Nem. Tudod, ez a... tudod, és nézek rá, mi a fasz van? Mit akar? Érted, mi van? Le akarsz, ha nem? Az galamb. Nem csinálj. Nézem, és kézzel, egy piros színű kupak a kis leülőkén mellett ott úgy van. Érted? Na most ugye, a várja nem vágja ezt az egész dolgot, hogy az ember hogyan viszonyul a piros dolgokhoz, meg ilyenek. Hekus! Szóval, nézd ez a kibaszott várja, érted? És ő azt hitte, hogy ez nekem fontos. Érted? Az a kurva kupak. És én nem tudtam eldönteni, hogy legalább két, mert mi a fasz akar ez a várja? Tudja, ki akar baszni velem, nem tudom, hogy miért. Érted? És basz. Érted? Egyik nap korán keltem, kinézek, érted? Még jött fel a nap. Érted? Ott van. Érted? És a szemétláda tudja, hogy én teljesen random időpontokban járok ki, érted, arra a kibaszott erkélyre, bassz meg. Érted? És elkezdte a gólyázást a teraszon. A gólyázás az az, amikor így van. Tudod? Tudjátok, hogy hogy megy a gólya? Azt úgy elkezdte, érted, az a Johnny szalt nekem a kis izémet, a kis asztalkámat, érted? Oda jön. Azt így ráfog a piros kupakra. Érted? Én, mint igazi lopakodó. Érted? De komolyan. Tudod, aki már nem ma kezdte, érted, a Vietnám. Érted? Fel vagyok ragadva, bazd meg, a teraszablakra így. Érted? Hogy mi a hajja? Megded, retale! Érted? Nem mondom, nem szólok neki, mert milyen már, érted? És a kupa kellett neki, bazd meg. Az... És ott gengszerkedett felül. Nem tudom, mit várni oda, arra, hogy beszarok. Tudja amúgy, hogy azt várta. Érted? De tényleg, tehát így nem tudom, hogy mind gondolkozom, miért várt? Azt várta, hogy így néz rám, hogy... Stop, Johnny. Érted? Vagy nem tudom, hogy így azt gondolta, hogy így feldobom neki, hogy... De mit csinált a kupakkal? Mit tudom én? Szerintem megpróbáltam. Lehet, hogy beváltotta a munkát. Valami más fasznak az erkére ledötte, nem tört össze, szólt itt a faszomba. Mert ilyenek ezek. Most már megfagytak a poloskák, tehát a faszomba. Tudom, mert felemeltem az erkén az ülőnek a párnáját, és ott voltam, hogy 10 így. Finéztem, hogy nem, mivel repülj, mi gyerek? Nem, nem. Ha meg van fogyva. Ezt elképzeltem, hogy pöckölöd, hogy van? Hát igen, mert ugye eddig velem szórakoztak, ugye kell, jöjj felbúzni, gyerek. Aludnál? Érted? Nagyon mélyen alszom. És akkor így ezt kell csinálni, bazd meg egész éjszaka, hogy mindenképpen fel kelljek megölni a kurva anyjába. Most én mondtam neki, hogy ne repülj el, azt nem repült, megfagyott. A kurva életbe. Az élet fel, én ezt mondom. Amúgy simán elérne vadon. Szerintem nem lenne vele gond. A tyúkra, a tyúkkal? Ja, az fasza. Főleg, mikor elébb baszod a kaját, azt így... Imádom, hogy Pisti utározza a madarakat. Tudom, ez a legmenőbb. Mert olyan rohadt viccesek. Amúgy igen. Hogy így, de nem minden madár. Érted? Mert mondjuk egy sas tud szemből nézni, hogy nagyjából. Igen. Érted? De a tyúk, mikor jól megnéz magának, látod, bazd meg, élgal a tyúkot, érted? Így néz ilyen szigorúan, de nem tud szigorúan nézni, mert akkor nem lát, hanem ez a... Na, én akkor, te kiskorom óta összeszarom magam a rölgést.